És megadom a szót Apáti István képviselőnek, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Mindenek előtt én szeretnék gratulálni a termet már elhagyó Varga Mihály miniszter úrnak, ugyanis amit elmondott, az pókerarccal rezenéstelenül végigmondani, végigdarálni önmagában is rendkívül figyelemre méltó teljesítmény. Másik felvetésem úgy látszik, hogy itt az előttem felszólaló kormánypárti és ellenzéki vezérszónokok közül senkinek nem tűnt fel, hogy nincs itt Matolcsy György. Hova tűnt Damon Hill, hol van Matolcsy György? Önök szerint az nem furcsa, vagy éppen nem ér fel egy beismerő vallomással, hogy egy az MNB jövőjét, gazdálkodását hosszú távon meghatározó, befolyásoló törvényjavaslat vitájában, általános vitájában nincs itt az MNB elnöke, sőt még egyetlen helyettese sem. Sem az elnök, sem az alelnökei közül senki nincs itt. Valószínűleg lebeszélték őket a jelenlétről, valószínűleg a miniszterelnök úr és a Fidesz-KDNP szűk politikai vezetése már nem tűri a harmadik nagy kirohanását, vagy éppen teljes körű feltárójelegű beismerő vallomását Matolcsy Györgynek azzal kapcsolatban, hogy mi történt itt. Na hát egyébként azzal a fajta beismeréssel sem vagyunk, sokkal előrébb, amit ő már legalább kétszer a nagy nyilvánosság előtt előadott, egyszer ugye egy bizottságülésen, majd idén valamikor, kora tavasz tájékán, ha jól emlékszem, itt ezen a pulpituson állva, ugyanis ő is lerázta magáról a felelősséget. Úgy látszik, hogy a felelősségvállalás az továbbra sem tartozik a jobb-közép kormányzó párt erényei közé, pedig higgyék el, hogy az egyre csökkenő népszerűségüknek jót tenne, és sokkal szimpatikusabbá tenné önöket, hogyha képesek lennének olyan mondatokat megfogalmazni, főleg felsővezetői szinten, hogy elhibáztuk, tévedtünk, felelősséget vállalunk valamiért, felelősséget, mert úgy folytatják valahogy a mondatot. Erről szó nincs. Önök folyamatosan azt csinálják, abba lovalják bele magukat, hogy csak az egyre kevesebb sikerért vagy eredményért érzik magukat felelősnek. A hibákat, károkat, veszteségeket pedig ráfogják külső körülményekre. Úgy pedig meglehetősen könnyű gazdálkodni, vagy éppen pénzügyileg garázdálkodni ebben az országban legfelsőbb vezetői szinten, hogy a profitot részben fehér, nagyobb részt fekete pénzek formájában egy rendkívül szűk kör, egy még az önök léptékeihez képest is rendkívül szűk kör zsebrevágja, a károkat, a kockázatokat, a veszteségeket pedig szétteríti 10 millió, vagy közel 10 millió magyar emberre. Ez azért a korrektől, a sportszerűtől nagyon-nagyon messze áll. Mint ahogy ugyanilyen messze áll mondjuk a jobboldali, konzervatív, keresztény értékektől és gondolkodástól is. Képzeljék el mindazt, ami itt történik ma az ülésteremben, tisztelt kormánypárti képviselők, ellenkező előjellel, képzeljék el, hogy önök vannak ellenzékben, és azt, amit önök előadnak, azt mondjuk egy balliberális kormánypárt, vagy bármilyen más színű kormányzó párt adja elő. Ugye egyértelmű, hogy önök milyen érvekkel állnának elő. Amikor önök ellenzékben voltak, akkor azt mondták, azt mondta a miniszterelnök úr is, hogy a magas infláció az nem más, mint hogy ellopják az emberek pénzét. Amikor önöknek nagyon komoly és elévülhetetlen felelőssége van ebben a rekordinflációban, akkor mindenki más, mindenki felelős, csak a miniszterelnök úr és önök nem. Amikor ellenzékben voltak, önök azt mondták, hogy a 300 forint feletti euró árfolyam az már hazárulással ér fel, és szintén az emberek, a vállalkozások, a magyar nemzet megkárosítása. Most közelebb van, sokkal közelebb van a 400-hoz, mint a 350-hez, és ezzel úgy látszik, hogy önöknek semmi gondja, semmi teendője nincs. Felelős érte a Covid nevű világprojekt, amelynek önök is alávetették magukat a döntéseikkel, felelős érte az ukrán területen zajló orosz-amerikai háború, felelős minden és mindenki, csak éppen önök nem. Volt olyan hónap ebben az évben, hogy 44% volt az élelmiszerinfláció, tisztelt képviselő társaim. És biztos vagyok benne, hogy decemberre, ha a fene-fené teszik, akkor is 10% alatt lesz az infláció. Biztos, hogy egyszámegyű lesz, körülbelül hasonló rendezőjelvek mentén, mint amit annak idején a méltán híres Hofi Géza előadott, hogy igaz, hogy a koca csak tized fiat, de mire az faluhelyről felérkezett a központi párbizottság szintjére, abból 14 lett.
Teljesen mindegy, hogy valójában vastagon két szemegyű lesz még december 31-én is. Önök meg fogják oldani statisztikai módszerekkel, papíron, a tervezőasztalon, a pénzügyi tervezőasztalon, hogy az egy szemegyű lesz. Azért ez is rendkívül messze áll a keresztény, konzervatív, jobboldali értékektől. Mint ahogy nem kaptunk választ arra, vagy azokra a kérdésekre, kik a felelősei ennek a helyzetnek, bár tudjuk magunktól is, jegybanki elnök és legalább két miniszter. Nem kaptunk választ azokra a felvetésekre sem, bár még reménykedem államtitkár úr ez irányú egyértelmű tisztázó válaszában, hogy mit értenek önök középtáv alatt? Mi az a középidőtáv, vagy nincsen egyébként a norma szövegben, ha csak valamilyen nem került a figyelmemet, sem az indoklásban, elfogadható idő. Önök ezt említik, hogy elfogadható időn belül. Ez mit jelent? Önök számára elfogadható idő? A politikai érdekeik szempontjából elfogadható idő? Vagy a magyar vállalkozások és magyar emberek szempontjából elfogadható idő? De nem beszéljünk félre, valószínűleg meg tudjuk ezeket a kérdéseket válaszolni magunktól is. Egyetemi diploma sem kell hozzá. Gyakorlatilag önök nem egy 5 éves keretbe akarják zárni ezt a bizonyos csúnya, barna színű, bűzölgő mellékterméket, nem akarják egy keretbe zárni, hanem szétterítik. Szétterítik korlátlan, határozatlan időtávra, csak az a rossz hír, tisztelt képviselőtársa, hogy ez egy csúnya melléktermék már szétterítve is nyakig ér, és egyre gyakrabban hullámzik is. Ez egy rendkívül nagy probléma. És itt nagyon érdekes okfejtéseket hallhattunk, valóban érdekeseket miniszter úrtól, ugyanis, ha jól emlékszem, arról beszélt, hogy 2011 és 2020 között 600 milliárd forint többletet termelt a Magyar Nemzeti Bank. Akkor ugye ezt ők elhasználták szabadon, tudjuk, hogy magánvagyonokat, családi vagyonokat, alapítványi, meg egyéb formában ez hogyan gazdagított. Rendkívül érdekes, hogy ennek semmilyen büntető jogi relevanciája nem lett az elkövetés időpontjában. Azóta sem tartok tőle, hogy egy darabig ez még így megy tovább. Aztán most ott tartunk, vagy évvégére ott fogunk tartani, hogy 2000 milliárd forint mínusz, 2000 milliárdos veszteség lesz a jegybank működése kapcsán. És önök még valamikor 4-5 hónappal ezelőtt úgy látták, hogy ezt egy 5 éves keretrendszerben körülbelül 400 milliárd forintos éves nagyságrendben lehet finanszírozni. Rájöttek arra, hogy a lángok sajnos már tovább terjedtek, ez kezelhetetlen. Éppen ezért korlátlan, határozatlan időtávra ezt önök szétterítik, széttolják, de attól, hogy nyelvtani, normaszövegezési, meg kommunikációs bűvésztrükköket alkalmaznak, a probléma még nem fog megoldódni. A probléma egyre súlyosabb lesz, értem a politikai logikát. Jövő év, június elején, egy időpontban, egy napon EP és önkormányzati, helyi önkormányzati választások lesznek, tehát nyilván a politikai veszteségek mérséklése, minimalizálása az önök egyelőre még kimondatlan, de egyértelműen nyomon követhető célja, de ezzel egyébként a gazdasági problémákat nem fogják megoldani, mint ahogy azért ez az inflációra, az infláció megfékezésére nézve is nagyon kevés lesz. Tehát a nyelvtan nagyon szép dolog, a világ legszebb nyelvét beszéljük, de azért ezzel önmagában, ezekkel a bűvész trükkökkel semmit, de semmit nem fognak megoldani. És tudják, az a legfelháborítóbb, főleg valóban konzervatív képviselőként mondom ezt, az a legfelháborítóbb, hogy ilyen bajok közepette. Sajnos az államcsődtől nem olyan túl távol, még mindig jut arra pénz, amire az önök legfelső vezetői akarják és kitalálják. Természetesen helyi szinten, mondjuk a keleti végeken, csak egy példát adnám itt csak a sok közül. Az én egyik nagy szívfájdalmamat, a csengeri mentőállomáson mondjuk évi 70 millió forint nincsen pénz a teljesen indokolt rohamkocsi üzemeltetésére, de van pénz 700 milliárd forintért Vodafone felvásárlásra, vagy ki tudja mennyiért. Nincs pénz normális ügyeleti rendszerre, nincs pénz normális egészségügyi ellátásra, de ha egyesek kitalálják, akkor sokszorosan túlárazott 240 milliárd forintos irodaházvásárlásra csak összekaparják a pénzt a Bogrács aljáról valahogy. Önök szerint meddig lehet ezt a játékot még játszani? Nyilván, amíg a választópolgárok hagyják, ugye? De azért ilyen helyzetben,
ilyen felelőtlen döntéseket hozni. Én mindig próbálok az egyszerű ember nyelvén beszélni, és nem bonyolult jogászkodásokba, meg közgazdász jogfejtésekbe bocsátkozni, lévén nem is vagyok közgazdász, jogász vagyok, hogy próbálni az emberekkel megértetni, hogy mi is történik, mi ennek a vitának a tárgya, a tétje, a súlya itt a mai nap folyamán. Hát körülbelül az, hogy emiatt, ezek miatt a MNB-s veszteségek miatt mondják azt, vagy hallják azokat a válaszokat, hogy gyakorlatilag lassan semmire nincsen pénz. Kivéve, amire az önök legbefolyásosabb emberei azt mondják, hogy mégis, hogy kell, hogy legyen. És az azért egy megfutamodásként értékelhető a Matolcsi ügy részéről is, hogy nem vette a fáradtságot. A jó fizetett munkaidejéből nem tudott kiszorítani ma néhány órát arra, hogy itt elénk álljon, és az ország nyilvánosság elé álljon, és elmondja, hogy a legutóbbi ezen pulpitusról elmondott felszólalása után mennyit is romlott a helyzet. Valószínűleg elmagyarázhatták neki, hogy azért, hogy a MNB elnöki pályafutásának másfél év múlva is vége lesz, és hogy utána azért, hogy folytatódik a jövője, azért nem mindegy, ezt nyilván neki át kell gondolni. Ha igaz az, amit itt a politikai zuhonyhíradós pletykákból lehet hallani, majd Nagy Márton jelenlegi miniszter úr követheti őt az MNB elnöki székben, aki, hát Isten tudja, milyen kalandor politikát fog majd tovább folytatni. Mi lesz a következő? Kérdezném tisztelt államtitkár úrtól, hogy mi lesz a következő? Tehát mire számítsunk, mire készüljünk? Mi lesz a következő etárgyú törvényjavaslat, hogy milyen mértékben akarják még tovább tágítani a közel 2000 milliárd forint szétterítését, tehát milyen további időtávlatok fognak még előttünk megnyílni? És arra is szeretnék egy helyzetértékelést, elemzést hallani, hogy ez hogyan érinti majd mondjuk jövő év első negyedévétől kezdve a magyar emberek mindennapjait, tehát reálisan, korrektül, normálisan kiszámolva mégis mennyi lesz az infláció, főleg az élelmiszerinfláció. Mert az is nagyon érdekes egyébként, hogy önök az infláció az egyik, ha nem a legnagyobb ellenség, az infláció növekedéséért semmilyen felelősséget nem éreznek és nem vállalnak, ellenben az infláció csökkentése az csak is kizárólag az önök érdeme. Ez is elég furcsa logika. De egyébként beszéljünk már arról is, hogy most az infláció csökkenését mi az, ami az egyik legnagyobb mértékben előidézi. A kereslet, a fogyasztás nem kizárólag, de jelentős mértékben a kereslet, a fogyasztás visszaesése, és valóban a fekete gazdaság fellendülése. Hiszen például azzal, hogy a katát 24 óra alatt kivégezték, valószínűleg sokan, akik addig tisztességgel, becsülettel befizették az adót, elkezdtek inkább a fekete gazdaság irányába elmozdulni, mert azért, hogy önök mindig csak arra találnak pénzt önző módon, ami önöknek fontos, az önök úri huncutságaira is hóbor, hogy azért még enni csak kell, azért még élni, működni csak kell a családoknak, fűteni, világítani, vizet használni, gyermekeket tanítatni, ruhát vásárolni, alapvető létszükségleteknek mégiscsak kell pénzt találni. És önök miatt senki nem óhajt éhen veszni, éppen ezért elindultak a fekete gazdaság irányába, arról nem beszélve, hogy hányan hagyták itt ezt az országot. És arról is beszéljünk, amit itt idén tavasszal nagyon korrekt módon, a nagyon kevés egyenes mondat egyikét megfogalmazva az MNB alelnöke mondta, hogy ez az infláció jelentős részben egy profit húzta, megjegyeztem ezt a kifejezést, egy profit húzta infláció. Lefordítom ezt kelet-magyarországi nyelvezetre, a kajmánok és hiénák feneketlen étvágya által generált infláció, tehát a világon semmi nem indokolta ezt, persze meg lehet magyarázni mindent, semmi nem indokolta ezt, egyedül csak az, hogy a nagyobbnál is még nagyobb és még nagyobb profitot akartak zsebrevágni. Élen járt ebben az élelmiszeripar, köszönhetően annak, hogy önök most is mondjuk akkumulátorgyárakat építenek, és nem a mezőgazdasági feldolgozóipar alapoznak, amit a mi hazánk már számtalan szó javasolt önöknek, teljes konstruktivitással és jó szándékkal. Az építőipar hasonlóképpen, aztán most csodálkoznak, tisztelet a kivételnek, hogy nincs megrendelés. Csodálkoznak, hogy visszaestek. Hát tetszettek volna nem 100 meg 150 ezer forintos napi díjakat meghatározni. Aztán most rohangál a többi építőipari nagyvállalkozó az államhoz segítségért. Akkor nem rohangált az elmúlt két évben egyik építőipari szereplő, se egyik nagy kajmán sem, amikor horror hasznokat vágtak zsebbe az embereket kifosztva, a csokos támogatásokat minden gyakorlatilag nullázva, közvetett építőipari támogatássá átváltoztatva, hogy több adót, több járulékot szeretnének fizetni, nagyobb társadalmi felelősségvállalásból szeretnék kivenni a részüket. Most, amikor van egy kis visszaesés az ő hién a szemléletük miatt, akkor szaladgálnak az államhoz. Hát hogy van ez, tisztelt képviselőtársaim? Úgyhogy
a profit húzta infláció megfékezésében kellene élen járnunk, és akkor talán valóban lehetne hosszú távon tartósan elérni eredményeket, tisztelt államtitkár úr, csak ez nyilván olyan konfliktusokat kell felvállalni, ami nem biztos, hogy az önök legfelső vezetői szintjének az érdekeivel azonos. Úgyhogy első körben ennyit szerettem volna elmondani, meglátjuk, hogy a vita hogy alakul a továbbiakban. Köszönöm szépen a figyelmet!